Szeptember 13-án hajnalban rendkívüli vihar érte el Lenti és térségét. A hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék rendkívüli helyzetet okozott a városban és térségében. Melyek a legfontosabb lépések, amiket meg kell tenni a kialakult helyzetben? Az első az emberek biztonsága, ennek érdekében a rendkívüli csapadék hullás következtében kialakult helyzet miatt Lenti kertvárosi részét, annak egy részét elöntötte a víz. 124 embert menekítettünk ki, őket zömében a Vörösmarty iskola tornatermében helyeztük el, ellátásokról gondoskodunk, illetőleg egy részük rokonoknál, ismerősöknél, barátoknál került elhelyezésre. A katasztrófavédelem irányítja a védekezést a vízügyel, a rendőrséggel összefogva, együttműködve az önkormányzattal, a civil szervezettel, az emberekkel. Mindenki biztonságban van, szeretném elmondani, hogy a gát szemmel láthatóan nem szakadt át. A műszaki állapotának a vizsgálatára a katasztrófavédelem a Budapesti Műszaki Egyetem műszaki szakértőjét kirendelte, a vizsgálat elindult, ennek az ismeretében, a vizsgálat eredmények ismeretében hozzák meg a további szükséges döntéseket. Polgármester úr, mekkora problémát okozott a kialakult helyzet? Eltérő mértékben okozott gondot az éjjel lezudult nagy mennyiségű csapadék. Jelenleg itt vagyunk a Táncsics utcán, ugye az üdülővezet felé vezető hídon. Az üdülővezetből a hajnal folyamán ki kellett telepíteni mintegy 100 embert. Nem azért, mert az üdülővezetben olyan nagy víz lett volna, hanem a dedesi tározók közvetlenül az üdülővezet fölött van. Meg kell vizsgálni azt, hogy a gát milyen állapotban van, hiszen a túlfolyón átfolyt a víz, de a gát jelenleg még stabil. A katasztrófavédelem, illetve a vízügynek a szakemberei vizsgálják a gát állapotát, és amint úgy látja a törzs, hogy visszajöhetnek a lakók, akkor engedélyezzük majd a visszatérést, addig ellátást kapnak, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermébe kell menni, illetve az ebédlőjébe, ott kapnak ellátást, melegételt, és ott kapnak elegendő információt, folyamatosan tájékoztatjuk őket a helyzetről. Hol vannak még kritikus pontok? A városrészekben megkezdték a védekezést Bárszentmihályfai pataknál, ott kint van Drávec képviselő úr, és mintegy 30-40 emberrel folytatják a védekezést, 150-200 méteres szakaszon homokzsákokat raktak le a reggel folyamán, és Lenti Kápolnán is. Lenti Szombathelyen pedig a Tavasz utcába kellett intézkedni, illetve Lenti Szombathelyen a mélyen fekvő területeket öntötte el a víz, de onnan már levonult és normalizálódott a helyzet. Milyen tanácsokkal szükséges ellátni Lenti lakosságát most? Csak az induljon útnak, aki úgy gondolja, hogy oda is fog érkezni, hiszen nem csak Lentibe, hanem máshol is esett nagy mennyiségű csapadék, és akinek bejelenteni valója van kár, én javaslom, hogy mindenki készítsen fényképfelvételt, videófelvételt, hogy később tudja igazolni azt, hogy a kár a nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett, és ami a legfontosabb, hogy mindenki az emberéletre ügyeljen elsősorban. Jelenleg még dolgoznak, ugye ez a patak, ez a Petőfi utcára vezet, ez is nagyon fel volt telve, és a Petőfi utcában a lakóházaknál, sorházaknál, illetve az egyes óvodánál, a Petőfi utcai óvodánál történik intézkedés, ott szivattyúzni kell. Mit mutat a prognózis, szükség lesz-e további intézkedésekre? Információink szerint sajnos még fog esni az eső, 70 millilitert jeleztek, illetve millimétert jeleztek előre a prognózisok, és ez azt jelenti, hogy újra előállhat adott helyzetben ugyanaz az állapot, mint amivel most találkoztunk az éjszaka folyamán, hiszen voltak itt az üdülővezetben is olyan lakók, akik azt mondták, hogy 3 órakor még száraz volt minden, és 3:30-kor pedig már tele volt a garázs. Sajnos voltak itt, akiknek még autójuk is bemaradt a garázsba, mert annyi időse volt, hogy ki tudjanak járni. Ma este, illetőleg későbbiek folyamán várható újabb csapadékhullás, ennek a kivédésére is felkészültünk. Minden eszköz, minden erő rendelkezésre áll a sikeres védekezéshez. Azon dolgozunk, hogy mindenki a jövőben is biztonságban maradjon.